alig lesz alma idén. A korábban közepesre becsült termés helyett már csak a szokásos egyharmadát, negyedét várhatják a gazdák. A szájhelyzet csak általános és átmeneti javulást okoztak az elmúlt napok esőzései. Túl a nehezén sikeres védekezésen van túl Nyírtelek, ahol több fontos beruházás is készülőben van. Június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet Magyarországon, ezt követően jön a járványügyi készültség időszaka, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a rendkívüli jogrend lejártát követően a kormány és az országos tiszti főorvos dönthet olyan ügyekben, mint a rendezvények szervezése vagy a bolti vásárlási sáv bevezetése vagy módosítása. Ez a Kölcsey Televízió iradója. Köszöntöm Önöket! A tájékoztatón az is elhangzott, hogy első körben 500 intézményben iskolaőrség jön létre, amelyet korábbi rendőrök alkotnak majd. A tantestület részeként pedig feladatuk az lesz, hogy biztosítsák a rendet az iskolákban és megvédjék a tanárokat. Intézkedési joguk lesz, fegyverük viszont nem. A 2021-es költségvetés kapcsán a miniszter elmondta, több pénz jut az önkormányzatoknak jövőre. Mindenekelőtt szeretném azt a kormányzati alapállást egyértelmű tenni, hogy a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra. Pontosan tudjuk, hogy a helyi demokratikus közösségek aktivitása nélkül nehéz a politikában eredményt elérni, de nehéz a közösségszervezésben is eredményt elérni, és mi a közösségszervezést azt rendkívül fontosnak tartjuk. Ezeknek a kisebb, különösen a kisebb közösségeknek a szervezésében, a mindennapi élet megszervezésében, a könnyebbé tételében az önkormányzatok rendkívül tiszteletre méltó szerepet visznek, és bár az állam forrásai is csökkennek, a jövő évben azt szeretnénk, hogy az önkormányzati források nem csökkennének. Ezért szerepel az önkormányzatokra vonatkozó költségvetési fejezetben, ez egyébként a költségvetés 9. fejezete, 858 milliárd forint támogatás, ez 16%-kal több, mint 2020-ban. A szolidaritási adóval kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy a szolidaritási adót nem az állam veszi el az önkormányzatoktól, hanem a gazdagabb önkormányzatok adják a szegényebb önkormányzatoknak. A szolidaritási adóval kapcsolatos vita, tehát legfeljebb önkormányzatok közötti elosztási vitaként értelmezhető. Az állam nem részesedik a szolidaritási adóból, hanem azok az önkormányzatok, amelyek gazdagabbak, amelyeknek lényegesen magasabb adóbevétele van, azok arányosan fizetnek többet. A korábban közepesre becsült termés helyett már csak a szokásos egyharmadát, egynegyedét várhatják az almatermelő gazdák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek a tavaszi fagyas szárazság és a napokban érkezett híg az oka. Rajtuk kívül a többi gyümölcstermelő és dinnyeültetvény tulajdonos is jelentős terméskiesésre számíthat. Két héttel ezelőtt még szárazság és közepes aszályhelyzet volt a jellemző a megye földjein. A napokban azonban megérkezett a legendás aranyatérő májusi eső, ami az utolsó pillanatban jelentett segítséget a földeknek és így a gazdáknak is. Azonban a tavaszi eső megye szerte több helyen is okozott károkat. Ez a kis csapadék is viharra jött és jéggel sok helyen megsértette a fátyoltakarásokat, a dinnyére gondolok, itt szinte el is vitte róla az indát, nagyon megsértette, elszaggatta. Jég jött, a jég is azokban a gyümölcsösökben, ahol valami alma meg is maradt itt a tavaszi fagyok után, azok most nagy része meg jégkárosodások voltak. Hál' Istennek ez a jég is olyan volt, hogy amiről van információm, egy-egy kertnek egy-egy részét érte, úgyhogy nem mondhassuk, hogy az, ami túlélte itt a tavaszi fagyokat, mind megsemmisült, de nagyon csökken az a féltermésnek várt az aránya is. Egy két héttel ezelőtt talán még azt mondtuk, hogy egy ilyen közepes termés várható például almából, már nem mondhatnánk ezt, olyan nagy a hullás, és a május 13-án bekövetkezett fagyok olyan károkat okoztak, amire nem készült már senki.
Ezekben a napokban -2 és -3 fokokat vártak, ehelyett közel -6 fokos lehűlés érkezett, ami olyan károkat okozott, hogy az alma a dió nagyságot sem érte még el, viszont a java már a földön van, tette hozzá a megyei elnök, aki azt is elmondta, hogy akik korábban biztosítást kötöttek, enyhíthetnek a kárukon. Egyre népszerű lett a gazdák körében az üzletalapú biztosítások, és azt mondhatnám, hogy itt a megyében szinte megduplázódott azoknak a gazdálkodóknak a száma, akik most újként jelentkeztek és üzletalapú biztosítást kötöttek. Erre sarkaltuk mi is, az Agrárgazdasági Kamara és minden média lehetőséget megragadott, hogy ezt népszerűsítsük. Erre kényszeríti a gazdálkodókat a klímaváltozás hatásai, ez a csapadék hiány, amiről beszélünk, illetve majd jön az aszály, azért nem vagyunk hozzászokva, hogy 36-38 fokok hőmérsékletek vannak nyáron, és egyre több ember, ha gazdaságosan akarja működtetni a vállalkozását, a gazdálkodását, akkor kötött üzletalapú biztosítást. Ez abban is segít, hogy a kárenyítési alapban azok ugye a 20% önrész mellett, akkor azt a fennmaradó 80%-ot megkapja, amit megállapítanak majd hozamkiesésként neki. Ha viszont nincs ez az üzletalapú támogatás, akkor még ott is elfeleződik, szóval a 40%-ot. Rácz Imre hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt látják, hogy egyre felelősebben gondolkoznak a gazdák, és mind többen biztosítják be magukat az esetleges természeti károk ellen. Csak általánosan és átmenetileg enyhült az aszály az elmúlt napokban hullott csapadék következtében. Vízszint emelkedést nem okozott a talajban, globálisan tehát nem lett jobb a helyzet. Ehhez arra lenne szükség, hogy a téli időszakban nagyobb legyen a hóvízkészlet. Ahogy arról már néhány hete beszámoltunk, április végére egy közepes szintű aszály alakult ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az azóta eltelt időszakban valamivel javult a helyzet. A múlt hétvégén 16 mm csapadék hullott a felső Tisza hazai vízgyűjtőjén, és ennél is több, 20-30 mm a külföldi területen, Romániában és Kárpátalján. Ez a csapadék ahhoz kevés volt, hogy vízszintemelkedést okozzon, viszont segített az aszályhelyzeten, a felszíni talajnedvességet javította, tehát ez azt jelenti, hogy nincs közvetlen aszályhelyzet a talaj felső régiójában, tehát a felső 40-60 centi átnedvesedett, a talajnedvesség javult, ez gyakorlatilag egy öntözésnek felelt meg, viszont nem javult a helyzet globálisan. Ez azt jelenti, hogy a talajvízszint továbbra is nagyon alacsonyan van, tehát mintegy 5 méterre átlagosan a földfelszíntől. Ez az átlagtól egy 2 méterrel lejjebb van, azt jelenti, illetve ebből a csapadékból nem sikerült tölteni a tározókat, hiszen így is, ami esett, göngyölítve a májusi átlagtól még mindig mintegy 20 mm-rel kevesebb. Mivel az előző évek is aszályosak voltak, az elmúlt 2-3 évet tekintve már mintegy 170 mm a csapadék hiány mértéke. A talaj vízhiány tehát nem változott, tette hozzá a szakember. A vízügyi igazgatóság különféle vízvisszatartási intézkedésekkel próbálja orvosolni a helyzetet a Tisza, Szamos közben és a Beregben is. A zsilipek zárva vannak, vizet pótoltunk a Csarondából, illetve van egy a Rétközi tónál egy szivattyús vízpótló állomásunk, ahol a Tiszából vizet tudunk átemelni a vízhálózatba, és javítjuk a csatornák vízellátottságát. De ez nem tudja megoldani a helyzetet teljes körűen. Továbbra is 4 tározónk teljesen üres víztározó, a Rohodi, Pazarnyi, Szamosmenti és Harangodi tározó, ebből a 3 a nyírségben van, tehát a nyírségben jelentős a vízhiány továbbra is. Összességében elmondható, hogy csak általánosan és átmenetileg javult a helyzet. Ahhoz, hogy ez globálisan is elmondható legyen, több és intenzívebb csapadékra lenne szükség. A téli időszakokban pedig jelentősebb hóvízkészletre és hóvastagságra, hiszen csak így tudna visszaemelkedni a talajvízszint az átlag körüli szintre. Némi reményre ad okot, hogy a következő napokban újabb eső várható, ami mérsékelheti az aszályt és esélyt adhat a feti vízik számára, hogy ahol tudja, javítsa a vízpótlási feladatait. Az idősek otthonának védelme volt Nyírtelek önkormányzatának legfontosabb feladata az elmúlt hónapokban. Nyáron már a fejlesztések kivitelezése is elkezdődhet a településen. Hamarosan megújul a 38-as főút burkolata, továbbá az önkormányzat konyhája és az orvosi rendelő is teljes rekonstrukción eshet át.
Sikeres védekezést hagyhat maga mögött nyílt telek, a város polgármestere úgy fogalmazott. Az önkormányzat a veszélyhelyzet idejében igyekezett minden eshetőségre felkészülni. A szort településen rendezés pedig ebben az időszakban kimondottan a lakosság előnyére válhatott. Az önkormányzat részéről folyamatos volt a védőeszközök kiosztása, ahogy a gyermekétkeztetés is a helyi óvoda és iskola leállása idején. Szekeres József hozzátette, az elmúlt hónapokban a szociális intézményekre, azon belül is az idősek otthonának védelmére kellett a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a higiéni szabályok betartására, mindent meg is tettünk ezért, már mi járvány elején mi különböző fertőtlenítő gépeket beszereztünk, illetve utána még ózonos fertőtlenítőt, illetve még légtisztítót is vásároltunk, és az idős otthon az ilyen kiemelt fontosságúvá vált számunkra. Sőt, azt mondom, hogy eddig is az volt, de még kiemeltebbé vált. Teljesen amennyire tudtuk hermetikusan lezártuk, tehát igyekeztünk megóvni a fertőzéstől. A polgármester hangsúlyozta, a nyírteleken működő vállalkozások nagy részét nem érintette érzékenyen a veszélyhelyzet. A városban többségben építőipari cégek tevékenykednek, a tapasztalatok szerint azonban az alapanyag beszállításával nem voltak gondok, és a rendelések sem estek vissza drasztikusan. A településen jelenleg több hosszú távú beruházás is folyamatban van. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a várost átszelő főútszakasz biztonságát növeljék. Ami legszembetűnőbb, hogyha valaki nyírtelken jár mostanság, akkor a 38-as főút felújítása zajlik a 30 és 32-es kilométer kő közötti részen, amely magába foglalja a teljes útburkolat javítását, illetve kopóréteg cseréjét, valamint buszöblök kialakítására kerül sor, illetve ez idő alatt a konyhát újítottuk fel egy belügyminisztériumi pályázat útján, melynek következtében teljes belső képészeti csere zajlott felújítás, úgyhogy még talán ez a kis leállási okor is jött nekünk ebből a szempontból, úgyhogy egy teljesen korszerű és modern konyha várja most már az ott dolgozókat, illetve egy teljesen új konyha technológia. Ami a további fejlesztéseket illeti, még hónapokkal ezelőtt sikerült pályázatot nyerni orvosi rendelő felújítására, ám a járványidőszak miatt a kivitelezést későbbre halasztotta az önkormányzat. Szintén pályázat útján bővíthetik a bölcsődei férőhelyek számát, ez szintén a nyár folyamán valósulhat meg. Július 1-jéig pályázhat a lakosság a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésének célja, hogy fotókon keresztül mutassa meg, milyen növények szépítik a magyar balkonokat, erkélyeket és kerteket. A fotópályázat győztesei értékes kertészeti utalványokat nyerhetnek. A Magyar Turisztikai Ügynökségnél már sok éves hagyománya van a környezetszépítő versenyeknek. 2020-ban a megszokottól eltérően nem településeknek és önkormányzatoknak szól a felhívás, hanem magánszemélyeknek. Egy online regisztráció után elektronikus úton lehet feltölteni a saját készítésű fotókat a pályázat.virágosmagyarország.hu oldalra. Olyan fotók vehetnek részt a pályázaton, amelyek 2020. május 15-e után készültek, és kerti, balkonkerti kompozíciókat mutatnak be dísz- és fűszernövényeken, zöldségeken keresztül. A maximum 400 karakteres leírással két kategóriában lehet pályázni, a legvirágosabb balkon és a legvirágosabb előkert címért. Egy pályázó maximum 6 fotót küldhet be. A 6-tagú szakmai zsűri kategóriánként 3 fődíjat oszt ki, amelyek díjazása egyenként 150 000 forint értékű kertészeti utalvány. Ezen kívül 7-7 tematikus díjat is odaítélnek 100 000 forint értékű utalvány formájában. 50-50 pályázatot közönségszavazásra is bocsátanak. A zsűri tagja többek között Borbás Marcsi, a Virágos Magyarország verseny fővédnöke és Magyarország kertésze Bálint Gyuri bácsi is. A pályázatra a nyíregyháziak és a megye hobbi kertészei is jelentkezhetnek július 1-jéig. A virágos balkonok, virágos kertek eredményhirdetése augusztusban várható. További részletek a pályázat.virágosmagyarország.hu oldalon. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma a 4-es számú főútvonalon Nyírtura, Nyírbogdány között ütőkátyozási munkálatokat végzett a Magyar Közút. Megszüntetik azokat az ütőkátyukat, amik nagyon balesetveszélyesek. Forgalomkorlátozással számoljanak a későbbiekben is a közlekedők, de elsősorban majd pénteken, azaz 29-én, hisz folytatódnak a munkálatok Székely külterületén, valamint Berkesz fele. A 4-es főútvonal jelentős forgalmat bonyolít, és külön felhívjuk a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy lassítsanak a
ideiglenes munkaterületeknél, ezt egyébként jelzi a Magyar Közút villogóval, a sárga villogóval felszerelt műszaki bázis, az egyébként nagyon jól látható, és kellő oldaltávolsággal kerül ki az ott dolgozókat. Egyébként a 4-es számú főútvonalon, Nyírtura belterületén közel már egy hete tart annak a közműfedélnek a helyreállítása, ami további útszűkületet eredményez még hétvégén is. A hosszú hétvégén pünköskor is majd ezzel számolni kell az arra közlekedőknek. Nagyon sok helyen a Magyar Közút még fűköszállás végez a magyar területén, illetve az M3-as autópályán is. Balesetek tekintetében több anyagi kárra járó esemény történt a megyeszékhelye, és ismételten fordult elő olyan eset, amikor parkolóban rongáltak meg személygépkocsit. A tulajdonos értesítette a rendőrséget a megyeszékhelyen, majd a rendőrség pedig helyszínelt és keresi az elkövetőt. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra! Négy játékostól már megvált a Nyíregyháza Spartacus, amely a Gálhidi György vezette új szakmai stábbal készül, és négy meccset is játszott az elmúlt napokban. Próbajátékosok is vannak a csapatnál, új igazolást azonban még nem jelentett be a Spari. A koronavírus járvány miatt elrendelt szünetben került a Nyíregyháza Spartacus kispadjára Gálhidi György, aki segítőivel Huszák Gézával és Szatke Zoltánnal az MLS által bejelentett könnyítéseket követően azonnal elkezdte a munkát a csapattal. Bajnoki meccset értelemszerűen nem, de négy edzőmérkőzést már játszott a Spari, a Szolnok, illetve Sényű elleni dupla találkozók mérlege 3 győzelem és 1 vereség. Persze ilyenkor nem az eredmény az elsődleges szempont, igaz, a szakember nem bánja, ha viszont látja a pályán az általa kérteket. Közben megfogyatkozott a keret, Pejovics, Patvaros, Szekszárdi és Forgács szolgálataira jövőben nem tart igényt a klub. Viszont érkeztek próbajátékosok, akik igyekeznek meggyőzni az edzőket és a vezetőket. Az volt a fő szempont, hogy megismerjük a játékosokat. Minél jobban, minél alaposabban ismerjük meg őket, hogy felelősséget tudjunk dönteni arról, hogy esetleg vannak távozók, vagy kire számíthatunk bajnok, vagy feljutásért harcoló csapatot tekintve. Négy játékostól búcsúztunk el az eddigi időszakban, és hát ahogy mondtam, hogy alaposan próbáltuk őket szemrevételezni, több szempontból is megfigyelni, de a legfőbb szempont mégis az volt, hogy az eddig, amit produkáltak itt a csapatban a tétmérkőzéseken az elmúlt időszakban, elmúlt évben, másfél évben, illetve aki télen érkezett, hogy abban a pár hónapban azon a 7 mérkőzésen mit nyújtott. Ez alapján búcsúztunk el a Pejovicstól, a Patvarostól, a Szekszárditól, és még az is lehet, hogy fogunk még távozókat találni. Hornyák Marcell a bajnokság lezárásakor 15 találattal a gólövő lista élén állt. A támadót nem viselte meg a kényszerpihenő, mivel a 4 edzőmeccsen 4-szer talált az ellenfél kapujába. Ez a 7-7 azért egy futballistának elég borzasztó. Az, hogy nem tud a csapattársakkal edzeni, nincs itt a zöldgyepen, ugye labda nélkül kell otthon tréningezni, ez azért eléggé megvisel szinte minden egyes játékost. Már nagyon vártuk azt, hogy újra kezdjük a munkát, persze vártuk az edzőmeccseket is, nyilván azt szeretük volna, hogyha folytatódik a bajnokság, de sajnos ezt itt lezárták. A csapatkapitány Fodor Ferenc szerint könnyebbséget jelent majd a nyári felkészülés kezdetén, hogy ezekben a hetekben már megismerik a szakmai stáb elvárásait. Az első edzésen is érezhető volt már, hogy más a koncepció, ugye nagyon koncentrált és pontos kimért edzések vannak, ez átragad szerintem a társaságra is, már a játékon is, ugye az elmúlt edzőmeccseken is látható az, hogy sokkal fegyelmezettebbek és koncentráltabbak vagyunk, nyilván átalakuláson megy keresztül a keret, de én azt gondolom, hogy az elmúlt eredmények tükrében ez várható volt, és bízom benne, hogy a következő idény az sokkal sikeresebb lesz, mint az utolsó néhány meccsünk. A Spari a jövő hét végéig marad edzésben, majd rövid pihenőt kapnak a játékosok. A 2020-21-es idény a tervek szerint augusztus 2-án rajtól, így június végén indulhat újra a munka a nyíregyházi csapatnál. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Alig lesz alma termés idén, a korábban közepesre becsült hozamok helyett már csak a szokásos egyharmadát, egynegyedét várhatják az alma termelő gazdák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek a tavaszi fagy, a szárazság és a napokban érkezett jég az oka. Miközben a gyümölcs mérete a dió nagyságot sem érte még el, a java már most a fák alatt van. Csak általánosan és átmenetileg enyhült az asszály az elmúlt napokban hullott csapadék következtében. Vízszint emelkedést nem okozott a talajban, globálisan tehát nem lett jobb a helyzet.
Ehhez arra lenne szükség, hogy a téli időszakban nagyobb legyen a hóvízkészlet és jelentősebb a hóvastagság. A következő napokban egyébként újabb esőzés segíthet a Feti vízignek a vízpótlásban. Sikeres védekezést tudhat maga mögött Nyírtelek. A város polgármestere szerint az elmúlt hónapokban az idősek otthonának védelmére kellett a legnagyobb figyelmet fordítani. A megnyert pályázatoknak köszönhetően megújul a települést átszelő 38-as főút, fejleszthetik továbbá az orvosi rendelőt, emellett az önkormányzati konyha és a helyi bölcsöde is bővülhet a nyár folyamán. Május 28-án csütörtökön a Kölcsey televízió híradóját látták, amelyen holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is ajánlom figyelmükbe weboldalunkat és további műsorainkat. Maradjanak velünk tehát a folytatásban is. Szép estét kívánok! Péntek reggelig eleinte erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható, késő estére szűnhet meg a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul. A több órás napsütés mellett napközben ismét sok lesz felettünk a felhő, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül helyenként megerősödik, 21 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. A következő napokban a napsütés mellett sok gomoly felhőre, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximum hőmérséklet továbbra is elmarad a sok évi átlagtól.